Üdvözletem mindenkinek, Necroclean vagyok, és hát eljött az idő. Eljött az idő, végre a Call of Duty Ghost megmutatkozott, mármint hát a multiplayer része megmutatkozott, és hát akkor elhoztam én is nektek az információkat magyarul, mert gondolom azért sokan néztétek az élő közvetítés, vagy éppen az utólagos videót, az egyórás videót arról, hogyan is néztek ki a dolgok ebben a multiplayerben. Hát íme jönnek egy kicsit magyarul a dolgok azoknak, akik nem tudnak annyira jól angolul, vagy nem értetik a dolgokat. Az elsőben is ugye a perk rendszerről lenne szó, gyakorlatilag többfajta perket hoztak be, nagyon sokat, amit háromféleképpen lehet összehozni. Lehet úgy csinálni, hogy négy perket csinálunk, mondhatni ugye kicsit hagyományosabban, de lehet olyat is csinálni, hogy 8 perket rakunk össze, és az egyként fog funkcionálni, és ugye ki lehet lőni a másodlagos fegyvert, hogy úgy mondjam, és akkor 11 perket is be lehet rakni, az azért már elég Super Soldier hangzata van. Úgyhogy nagyjából így fog kinézni a perk rendszer, szóval lesz olyan, hogy 4 perk, mint a megszokott módon, vagy 3, lesz olyan, hogy 8 perk, ami egyként tud funkcionálni, vagy 11 perk, hogyha szuper katonák akarunk lenni. Új killstreakek, itt van az egyik például, ez ilyen helikopterben, vagy valamiben ülő kis csípa, és azzal szedett ki a dolgokat. Juggernaut volt az előző, az semmi extra, és be lehet hívni Riley-t, a kutyát, aki végigkísér minket a pályán, és kiszedi az előttünk lévő ellenfeleket, és UAV-ként is funkcionál, mert mórog, hogyha ellenfél jön a közelbe. Ez elég érdekesnek látszik, szóval ami újabbacska, az a Juggernauton egy kicsit újítottak, itt van ez a Predator féleség, Riley-t be lehet hívni, mint segítséget, és ugye van az, hogy ülsz a helikopterben és csipával szedegetted ki az embereket. Visszahozták a Strike package-okat, lesz Assault package, Specialist és Support, mert hogy állítólag ez nagyon bevált MV3-ban, és nagyon jó feedbacket kaptak erről a készítők, úgyhogy ezeket visszahozták, egy kicsit megújították, de semmi extra, láttunk már ilyet, de ígéretesnek tűnik. A következő rész az új játékmódokról szól, az egyik a Cranked, nagyjából annyi lesz, leősz egy embert, 30 másodperces visszaszámláló indul el, addig ölnöd kell valakit, ha nem felrobbansz. Elég izgalmas, iszonyat pörgős multiplayer féleség lesz, azt hiszem. A következő pedig a Search and Rescue, ez tulajdonképpen egy olyasmi lesz, hogy lelősz valakit, összeszeded a dogteget, vagy tag, vagy mi az istennek hívták, ezt már nem is emlékszem, és annyival spécizték meg az egészet, ha a társadat lelőjük, fel tudod éleszteni. Szóval semmi extrának nem látszik, viszont jól néz ki a gameplay. Szóval ha lelövik a társadat, lelőnek téged, fel tudnak éleszteni, és így nyerhet a csapatot gyakorlatilag. Röviden ennyi. A következő gameplay, amit láthattok, az a Squad módhoz tartozik. Ami egy nagyon érdekes, azt hiszem ez a legizgalmasabb rész az egésznek. 10 katonát csinálhatsz, tehát ez lesz a te squadod, ez lesz a csapatod. 10 katonát, amiket külön-külön el tud érni velük a maximális szintet. Magyarul 10 prestíz lesz újra csak. De ezt most katonánként külön-külön 10 katona, mindenkinek külön fegyver, külön beállítás, külön készítik minden, és ez lesz végül is mindvégül a te csapatod. Ami a legérdekesebb, ez a squad vs squad lesz, ami annyit jelent, hogyha van egy ellenfél, akivel te meg akarsz mérkőzni, akkor hozhatod az összes katonádat, amit csináltál, és bevetheted egymás ellen. Te irányítasz egy karaktert, az ellenfeled irányít egy másikat, és a többi pedig bot lesz, és akkor eldől, hogy kinek a squadja jobb gyakorlatilag, úgyhogy ha sikerül egy jobb squadot összeállítanod jobb beállításokkal, akkor gyakorlatilag ugye győzedelmeskedsz a te csapatoddal egy másik tagnak a csapatja fölött, ami azt hiszem ez volt a legnagyobb újítás, amit a COD-tól így be lehetett látni. Kicsit olyan Unreal Tournament 2004 feelingje van, de itt azért kicsit jobban testre szabhatod a katonáidat, mármint hát hihetetlen módon testre szabhatod a katonáidat. 6 player co-op, igen, jól hallottátok, 6 player co-op, jónak látszik. A kihajolásért már nem kell gombot nyomni, az azért egy elég jó dolog, már automatikusan fog történni, és ahogy néztem, hogy átugrálnak a különböző fedezékeken, ahogy átugrik a karakter, közben lehet lőni, szóval elég simulékonyra oldották meg
a dolgokat, de mint mondom, ez a Squad vs Squad, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek róla, hogy meg lehet mérkőzni egymással, és ugye viheted a csapatodat, akik botok lesznek értelemszerűen, és össze lehet csapni, ez ezért jónak látszik. A Krend játékmód nem rossz, az új killstreakek szépen néznek ki, a játék maga elég érdekesen, és hát multiplayeresen kod hozza a szintet ebből, de ez a Squad vs Squad, ez engem nagyon-nagyon megfogott, azt kell, hogy mondjam. Nos, a következő Code Ghost videóig, ami hamarosan fölkerül, sziasztok!